Tele volt tegnap este a Csolnoki Iskola tornatermem, itt tartott a városi kampányítóját a Jobbik Magyarországért mozgalom. Bemutatkoztak a szervezet helyi országgyűlési képviselőjelöltjei, és ott volt Gaudi Nagy Tamás, európai szakjogász, és Morvai Krisztina, a Jobbik államfőjelöltje is. Morvai Krisztina a nagygyűlés előtti sajtótájékoztatón azt mondta, 2006-tól emberjogi krízishelyzet van az országban. Nemzeti önrendelkezési jogát nem gyakorolhatja a magyar nemzet. A magyarokat nem kérdezték meg arról, hogyan szeretnének élni. Akarják-e, hogy külföldi kézbe kerüljön a termőföld és a gazdaság? Itt az ideje tehát, hogy a magyar nép, a magyar nemzet a saját kezébe vegye saját hazájának a sorsát. Mi ennek a fő akadálya? Hát az, hogy aki ezzel próbálkozik, azt folyamatosan diktatórikus eszközökkel sújtja a hatalom. Ugye 2002-ben kezdődött az Erzsébet hídon, amikor durva, brutális rendőri eszközökkel léptek fel az újraszámlálást követelők ellen, miután semmiféle szokványos, puha eszközzel nem sikerült elérni azt, hogy a szavazatokat újraszámolják. A Jobbik programjáról Gaudi Nagy Tamás ügyvéd, európai szakjogász, országgyűlési képviselőjelölt beszélt. Azt mondtam, a közbiztonság is válságban van. Rendet kell tenni az utcákon, fel kell számolni a korrupciót, felelősségre kell vonni a politikai bűncselekmények elkövetőit. Az önrendelkezés kibontakoztatása, a társadalmi igazságosság elvének érvényesítés és a nemzeti érdekek maradéktalan és következetes érvényesítése lesz és lehet az áloga annak, hogy ez az ország végre aztán a szakadék felé menő úton haladjon, hanem megfordulva végre kibontakoztassa azokat az értékeket, azokat a tehetségeket, amelyek az országban most jelenleg lefolytás alatt vannak. A megye 6-os számú választókörzetében Kovács Rajmund a Jobbik jelöltje az országgyűlési választásokon teljes felelősségre vonást sürgetett. Forgó Gyula, a 7-es számú választókörzet jelöltje pedig azt hangsúlyozta, hogy olyan nemzeti erő kell, amelyik képes a magyarság érdekeinek a helyreállítására.